Péterfi Bori és a Love Band ismerős dallamai is felcsendültek az Alsó Dunaparton vasárnap este. Városunk családi hétvégéjének zárásaként ugyanis megszervezték az Ezer Lámpás éjszakáját, amelyhez több ismert énekes és zenekar is csatlakozott. Az esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet társadalmunk egyik súlyos problémájára, a kiskorúak gyakori eltűnésére. Az énekesnő elmondta, számára anyaként is nagyon fontos, hogy minél többet tegyen a megelőzés érdekében. Nekem van egy 4 éves kisfiam, nyilván mindig is imádtam a gyerekeket, de az embernek lesz saját gyerek, akkor annyira másképp látja onnan a gyerekek helyzetét és kiszolgáltatottságát, és hát egész elképesztő azzal szembesülni, hogy hogy bánnak a gyerekekkel, és hogy milyen borzalmas ördögi dolg tettekre képesek a felnőttek a gyerekek ellen. Ez valami egész hátborzongató. Ezen a napon tehát minden fellépőnek ugyanaz volt a mondani valója. Mindent meg kell tenni azért, hogy a családok legkisebb tagjait megóvjuk. Sajnos ez a jelenség ez egy ilyen megdöbbentő számokat produkál. Évente több mint 10 000 gyermek tűnik el, ami egy hatalmas szám és egy óriási volumen, és a mi kezdeményezésünk, amelyet a Kárász Robi barátunk álmodott meg, és egy ilyen csodát véghez vitt így az elmúlt 5 évben, arra célra szolgál, hogy erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekekre, figyeljenek a családok, a családtagokra, a gyermekekre, és tegyenek meg mindent azért, hogy ilyen problémák lehető legkevésbé forduljanak elő. Az 5 évvel ezelőtt elindított országos kezdeményezéshez tavaly csatlakozott városunk, így a szervezők természetesen idén is fontosnak tartották, hogy a gyermeknap öröme és vidámsága mellett egy komolyabb hangvételű üzenet is helyet kapjon. Május 25-e az Eltűnt Gyerekek Világnapja. Egyeztetve az Ezer Lámpás szervezőivel úgy gondolták, hogy ők is a gyereknaphoz kötik, hiszen ekkor ez a nap szól a gyerekekről, és úgy gondoljuk, hogy az eltűnt gyerekek itt kell, hogy megjelenjenek, és egyben jelképezve azt, hogy akkor hazataláljanak. 10-től számolunk vissza, és a nullánál. Az Ezer Lámpás éjszakája elnevezésű mozgalomban 2015-ben már 11 település vett részt, így a nap szó szerinti fénypontjaként este 9:30-kor országszerte összesen 15 000 világító léggömböt indítottak útnak egy időben, hogy ezzel mutassák meg a hazautat az eltűnt gyermekeknek.